Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora nemzeti ünnepünkön október 23-án. Természetesen ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, annak vármegyei vonatkozásáról lesz szó elsősorban. Vendégül Holmár Zoltánt, a Kállai Gyűjtemény történészét hívtam meg. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásukat. Nyilván a Vármegyéről lesz elsősorban szó, de engedje meg, hogy először arról kérdezzem, hogy milyen okok vezettek oda, hogy 1956 őszén Budapesten először, majd a vidéki nagyvárosokban, így Nyíregyházán is és a Vármegyében is elindult a forradalom, később pedig a szabadságharc. Tehát milyen okokat lehet jól megkülönböztetni így ilyen időtávlatból visszanézve? Ugye 1956 egy válaszreakció volt a magyar nép részéről az államhatalom felé, hiszen egy kétpólusú világban éltünk 1945-től kezdve. A II. Világháborúnak két abszolút győztese volt, a nyugati szabad világot képviselő Egyesült Államok és a keleti blokk országait magába foglaló és vezető nagyhatalom, szuperhatalom a Szovjetunió. És ahogy Churchill is említette, Fultoni beszédében egy vasfüggöny ereszkedett le Európa közepén. Ketté választotta ez a két világot, mind ideológiailag, mind politikai szempontból, és Magyarország a vasfüggönytől keletre esett, tehát a szovjet érdekszférába tartozó országgá vált. Tehát ugye a II. Világháború után megvolt a lehetőség, hogy itt legyen egy polgári demokratikus berendezkedés politikai szempontból. Tartottak is választásokat, ahol a független kisgazdapárt nyert, de mivel a szovjet csapatok itt tartózkodtak, és Sztálin is azt akarta megvalósítani, hogy az általa felszabadított országokban a kommunista pártok kerülnek hatalomra, minden megtett azért, hogy a Rákosi Mátyás féle kommunista párt hatalomra kerüljön, választási csalás, ugye a kék-cidulás választásokkal kiiktatta a politikai ellenfeleket, szalámi taktikával ugye megszabadult tőlük, és 1949 lényegében kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, majd rákövetkezőben a tanácsrendszert is bevezették, és nem véletlenül nevezték Rákosi Mátyást Sztálin legjobb tanítványának, hiszen teljesen lemásolta az ő módszereit, egypártrendszert vezetett be, személykultuszt vezetett be, rettegésbe tartotta az országot, karhatalmat tartott fenn, hogy a pártja és a hatalma ugye fennmaradjon, és nem csak a népet sanyalgatta beszolgáltatási rendszer bevezetésével, illetve internálótáborok felállításával, hiszen nem csak Recsken és Kistalcsán, de még itt Tiszaalökön is volt egy hadifogai tábor, ahová úgymond az államhatalom a népi demokrácia ellenségeit zárták be. Persze volt olyan is, aki csak azért jutott oda be, mert éppen a beszolgáltatás során a tojás adagját nem tudta teljesíteni. Tehát ilyen bagatelnek, ma már bagatelnek tűnő dolgok miatt bárkit perbefoghattak és letartóztathattak. Koncepciós perek sora vette kezdetét. Érdekes mondani, egyik legismertebb áldozat ennek Rajk László volt, aki belügyminiszter volt és kommunista politikus, ki is végezték Rákosiék, mert a párton belül is elkezdték a tisztogatást, és tulajdonképpen innentől kezdve a belügyminiszter sem érezhette magát biztonságban, mert az őt követő Kádár János is megjárta Rákosi börtöneit, ugye 3 éven keresztül a belügyi tárcán, azután Zöld Sándor következett, őt is elkezdték már zaklatni az karhatalom részéről. Ő megelőzte a letartóztatást a családjával együtt, egy kollektív öngyilkosságba hajszolta magát. Tehát ez volt a Rákosi rendszer, amelynek egy fordulópontja 1953 Sztálin halála, és egyúttal Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezése, amivel úgymond lazult egy kicsit a rendszer, reformokat kezdett bevezetni az új kormányfő, felszámolta az internálótáborokat, ki lehetett lépni a TSZ-ekből, és ez tetszett az embereknek, egy enyhébb politikai légkör jelent meg az országban, viszont 1955-ben megint egy váltás történt, elkezdődött egy visszarendeződés, mert létrehozták a Varsói Szerződés nevű katonai tömböt, amelynek ugye tagja lett Magyarország, és ezt már nem Nagy Imre fogja ratifikálni magyar részről, hanem az utódja Hegedűs András, aki meg rákosista szemléletet vallott. És a pártállam élén is továbbra is ott volt, tehát a pártfőtitkár tisztségben Rákosi Mátyás, aki csak 56 nyarán fog majd leköszönni erről a tisztségről, de az utódja Gerő Ernő megint csak hasonló elveket vallott. Tehát érdemi változás nem történt a politikában 56-ra. Akkor egy nagy bátorság kellett ahhoz, hogy egy ilyen rendszerben, egy ilyen elnyomó rendszerben, ahol gyakorlatilag az AVH-n keresztül, a besugó rendszeren keresztül mindenről tudott az államhatalom, hogy mégis kialakult egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag ugye Budapesten először a diákság, majd ugye a munkásság, meg a vidéki városokban is
megpróbáltak ellenemenni ennek az elnyomó rendszernek. Ez akkor részben Sztálin halála miatt volt, tehát már nem volt meg az a hát csótámogatás, ami mondjuk Rákosinak szüksége volt. Vagy emlékeim szerint 56-ban ugye tavasszal volt szintén Moszkvában egy nagy SKP kongresszus, ahol ugye megint Sztálin ellen fogalmaztak meg bizonyos politikai törekvéseket, szóval meggyengült a rendszer Magyarországon is, meg úgy a világban is, mert ez a kommunista rendszer, ez lehetett az egyik ok, amiért elindult a tömeg? Igen, alapvetően ez egy komoly repedés volt a keleti blokk tömbjén belül. Az, hogy az SKP 20. kongresszusán 56 elején nyíltan Hruscsov, az új első titkár az SKP élén bírálta Sztálint és a politikai pályáját, meg a tetteit, és ez eljutott ugye a magyar politikai vezetésben, meg az értelmiségi körökbe is, hiszen Nagy Imrének köszönhetően újjálakult a Petőfi Kör, a Magyar Írók Szövetsége, amely tömörítette a magyar fiatalokat, értelmiségieket, írókat, költőket, közéleti személyeket, akik a kultúrában azért hatalmast teljesítettek, és ők pedig azért nagyon jó koordináló, összefogó erővel bírtak a társadalom minden szegmensében, és megjelentkeztek a Sztálin bírálata után első repedések Lengyelországban 56 nyarán, a poznani munkásfelkeléssel, nálunk pedig először 56. október 6-án Rajk László újra temetésén volt egy 200 ezer fős tömeges demonstráció, ez a temetésén egy tulajdonképpen egy csendes demonstráció volt az államhatalommal szemben, amely Nagy Imre is részt vett, akkor már ugye mint ex-kormányfő, és ez volt az előszele október 23-nak is, hiszen hetekkel előtte vagyunk a konkrét esemény előtt, amely már előrevetítette azt, hogy az emberek, akár az egyszerű paraszt, a TSZ-be kényszerített gazdálkodó, az értelmiségiek, a polgárok elegük lett ebből az elnyomó rendszerből, és nemet mondtak a kommunista pártra, illetve a kommunista államhatalomra, és így jutottunk el október 23-hoz, az első nagy tömeges megmozduláshoz ugye fővárosban. Ugye a rendszerváltás előtt volt egy olyan nézet, egyrészt, hogy ellenforradalom volt, másrészt pedig, hogy az első nap még valóban egy igazságos felkelés volt az elnyomó rendszer ellen, majd utána hogy ezt elferdült, és gyakorlatilag olyanok kezébe került a forradalomnak az eszméje, akik rosszat akartak az országnak, és ezért kellett ugye föllépni a felkelőkkel szemben, sőt talán Kádár mondott is egyszer egy ilyet, hogyha a 40-es évek végén, amit ön is említett, forradalom hozta a proletár diktatúrát, akkor a forradalom ellen nem lehet megint forradalmat csinálni, csak ellenforradalmat, ezért ugye ellenforradalom szerintük ugye 56. Szóval ez az 56-os időszakot lehet-e úgy szakaszolni Budapesten, hogy mettől tartott a forradalmi rész, honnantól számítjuk igazából szabadságharcnak, vagy azért ez nem ennyire egyszerű kérdés? Ugye eleve ezt a jeles nemzeti ünnepünket forradalom és szabadságharc, tehát ez 1956-os forradalom és szabadságharc emlékünnepeként, emléknapjaként szoktuk számon tartani. Ugye megítélése is az elmúlt közel 70 évben erősen változott, a leverése után, hogy ellenforradalomnak minősítették, ahogy említette, a rendszerváltás Kopozsga Imre volt az első olyan, aki népfelkelésként jellemezte az eseményt, majd a rendszerváltás után már forradalomként emlegették, illetve szabadságharcként, és talán, ha szét is lehet szedni a két fogalmat, a forradalom volt ugye az államhatalommal szemben, tehát a karhatalom és a kommunista párttal szemben. Szabadságharc jellege meg igazából a szovjet csapatokkal szemben vívott küzdelmet lehetne kiemelni, bár a történészi szakma se szokott ilyen jellegű megkülönböztetést tartani, ez csak úgy ilyen szerény véleményem, a meglátásom szerint. Ugye Budapesten történtek a legfontosabb események, de nyilván minden nagyvárosban is eljutott a híre annak, hogy mi történik Budapesten. Nyíregyházára térünk akkor vissza. Október 23, tehát Budapesten elindul a forradalom. Nyíregyházán mikor lehet látni az első, hogy a Vármegyében az első jeleit annak, hogy valami történt Budapesten? Ugye nem tartozott a megyénk területe a forradalom gyújtópontjába, hiszen október 26-án kezdődtek az első jeles események Nyíregyházán a megyeszékhelyen. Egy nappal korábban ugye Csengerben és Máté Szalkán volt egy komolyabb tömeges megmozdulás, az önkényuralmi jelképeket, a vörös csillagokat eltávolították ugye a tanácsházákról. Ez általában a legtöbb vidéki városban előfordult, ez a momentum. Megyénk területén tulajdonképpen
Már október 24-én lehetett érezni a fővárosi eseményeknek a hatását. Ugye október 24-én két nyíregyházi fiatal tárnok, Ferenc és tárnok Tamás, mérnök, illetve egy egyetemi hallgató, testvérpárosról van szó, akik életüket vesztették Budapesten, golyó általi halál következtében. Őket még a forradalom megbecsülése egyében az édesapja haza tudta hozatni a holttestüket, és el tudta temettetni Nyíregyházán. Mai napig ugye itt található a sírjuk az északi temetőben. De október 24-én hunyt el Hegerős István is, emlékeznek még az idősebbek a régi 20 forintos bank egy hátoldalán, a modellt ő állta, aki az egyik kezében kalapácsot, mások kezében búzakalászt fogott. Ő is a sportuszodába indult edzést tartani a tanoncainak, a fiataloknak, és sajnos Roszkó volt rossz helyen, az egyik utcasarkon belépett, és ott egy AVH-s sortűz következtében életét vesztette. Ezek az információk eljutottak Nyíregyházára. A diákok kezdték a tömegdemonstrációt, kezdeményezték. Két nagy gimnázium volt ebben az időben a megyeszékhelyen, a Kossuth gimnázium és a Vasfejpár gimnázium. A kossuthosok értelemszerűen a Kossuth téren akartak tömegdemonstrációt tartani, még a vasvárisok a Petőfi szobornál. Ezeket ugye a helyi kommunista vezetés meg akarta akadályozni, a különböző ifjúsági szervezeti vezetőket, pártiskolásokat küldték az iskolába, agitálták az igazgatókat, tanárokat, hogy akadályozzák meg ezeket a tömegdemonstrációkat, és ez kezdetben sikerült is nekik. Sőt, magyar-szovjet katonai kordont vontak a város köré, hogy megakadályozzák azt, hogy idegen tehergépkocsik más településekről, a vármegyén kívül más településekről érkezzenek és agitálják, összefogják a tömegeket. Ezt október 25-én nem sikerült megakadályozniuk, hiszen Tokaj felől három tehergépkocsi érkezett a Hősök terére, akkori Belojannis térre, ahol éppen a fizetésüket felvevő vidéki munkásemberek gyülekeztek. Ugye ez egy pénteki nap volt, október 26 fizetésnap, és vidékről nagyon sok ember érkezett a megyeszékhelyre, és ez táptalajt adott a megmozdulásnak is. Mennyire volt erős a kommunista hatalom ebben az időszakban Nyíregyháza meg a Vármegyében? Szóval a felkelőknek, a változtatást akaróknak mennyire volt nehéz dolguk? Lehetett-e attól tartani, hogy mondjuk sortűz áldozataivá válnak? Vagy azért ennyire nem volt komoly a helyzet? A kockázata megvolt, hiszen egy nappal korábban Mosonmagyaróváron volt egy halálos sortűz. A határőr laktanyá előtt tartottak egy tömegdemonstrációt, és ott gépuskafészekbe tömörültek az ott laktanyát védő határőrök, és ahogy közeledett a tömeg, egyikük elsütötte a puskát, és ez egy láncreakciót indított el. Több százan vesztették életüket, illetve sebesültek meg. Ezek a hírek is eljutottak ide Nyíregyházára. Meg volt a kockázata, de az emberekben valahogy nem volt meg az a félelmézet. Úgy gondolkodtak, hogyha egy tömegben vonulnak fel, akkor csak nem fog az államhatalom egy ilyen ismételt akciót végrehajt egy másik településen. Nem is történt, hál' Istennek, Nyíregyházán ilyen október 26-án. Persze a városon keresztül állandóan átvonultak a szovjet páncélosok konvojai, ezzel is erődemonstrációt is félemet akartak gerjeszteni, bár nem az volt a céljuk, hogy itt most a tömegbe lőjenek, illetve a rendőrséget és az államvédelmet próbálták kiküldeni, hogy kordont állítsanak a római templom előtt. Ez sem volt sikeres akció, hiszen a tömeg rendezett sorokban a Kossuth gimnázium felé vonult. Tehát jól összeszedett volt, jól koordinálták a forradalom helyi vezetői, Tomaszowski András és Szilágyi László a tömegeket. Nyíregyházán is kiegészültek a kossuthos diáksággal, és innentől kezdve lényegében egy olyan folyamatnak lehettünk a szemtanúi, amelyben ledöntötték a kozáklovas szobrot, leverték ugye a vörös csillagot az irodaház tetejéről, a szovjet hősi emlékműveket megrongálták, vagy ledöntötték ugye a Kossuth téren és északi temetőben, illetve ami viszont a forradalom egyik tetőpontja volt, de nem úgy sült el, ahogy tervezték, a börtönből kiszabadítottak valamennyi foglyot. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy a 147 valamennyi rab kiszabadult. Abban a hitben volt a forradalmi tömeg, hogy valamennyiük politikai fogoly, de mint kiderült az utókor is, tudomásra jutott, hogy három politikai fogoly volt csak. És ezek az elemek bejutottak a forradalmi tömegekbe, éppen ezért aznap este már a Damjanis laktanya kapujánál egy 500 fős tömeg gyűlt össze, fegyvert akartak maguknak követelni, és hát ezt nem lehetett hagyni a helyi katonaságnak sem, hiszen illetéktelen kézbe nem kerülhetett lőfegyver, és akkor dőrültek el az első lövések Nyíregyházán. Igaz, ennek halálos áldozata aznap még nem volt, hanem 21 könnyebb és 4 súlyosabb sebesültje volt az aznapi lövöldözésnek. A forradalom időszakában, tehát a november 4-ig terjedő időszakban, amúgy ez az új vezetőség,
képes volt a rendet és a működőképességet fenntartani a városban? Igen, mivel a vezetők nagyon jó koordinátorok is voltak egyben, összetudtak dolgozni, létrehozták a Városi Forradalmi Tanács, Munkástanácsot, ennek az élére került Rácz István, a Vasfejpel Gimnázium magyar-francia szakos tanára, illetve a megyei szinten is létrehoztak egy forradalmi munkástanácsot, ennek meg Szilágyi László lett a villanyszerelővállalat tervelőadója, az elnöke, vezetője, és az ők kettőjük koordinálásaként létrehozták Nyíregyházán a nemzetőrséget is, polgári védelmi feladatokat láttak el, ennek a parancsnoka pedig Kabai Dezső, egy kútfúrómester lett, hiszen Szilágyi és Rácz, és Tomaszowski is hamar észrevették azt, hogy a forradalom hevületében oda kell figyelni a javak, értékek védelmére, mindenképpen együtt kell működni a rendőrséggel és a honvédség itt állomásozó alakulatával, és a nemzetőrökkel együtt kiegészülve polgári rendvédelmi feladatokat kell ellátni, és ezeknek az önkéntes nemzetőröknek használhattak pisztolyt és puskát, de ezeket minden szolgált után le kellett adni, tehát nem vihették magukkal haza, ezzel is elkerülve azt, hogy itt, ahogyan említettem korábban, is illetéktelen kézbe kerüljön lőfegyver. November 4-éhez érkezünk el, amikor a szovjet csapatok visszatérnek az országban nagy számban, tehát visszafoglalják úgymond az országot, és nyilvánvaló, amivel itt kellett átmenniük, azért van nyoma annak, hogy a hadsereg ugye felvonult. Ennek van-e valami olyan emléke, olyan történés, ami a vármegyéhez kapcsolható? A fordulópont október vége, november eleje, amikor már javában zajlik egy másik szintéren egy válság, a szuezi válság, ami nekünk abban a szempontból szerencsétlen volt, hogy elterelte a figyelmet a magyar forradalmi szabadságharc eseményeiről. Az Egyesült Államok is egyre inkább a szuezi válságra koncentrált, perifériára szorultak a magyar események, ezt pedig kihasználták a szovjetek, és a ruscsovi vezetés úgy döntött, hogy leveri az 56-os forradalmat és szabadságharcot. A forgószél hadművelet keretében november 4-én Záhony felül ugye megindultak a szovjet csapatok. Ennek ugye az előszeleit lehetett már látni az előző estéken is, a csapatösszevonásokat, a harckocsiknak a gyülekezését a határ túloldalán, és ez a nagy tragédiája ennek az eseménynek, hogy a magyar forradalomnak szembe kellett néznie a világ egyik legerősebb hadseregével, és megint csak a kilátástalanság, a túlerővel szemben lévő harc kezdődött el, ahogyan 1944-45-ben is, akik ugye élénken emlékeznek még akkor, akik 56-ban éltek ezekre az eseményekre. És hát Nyíregyházát is utolérte sajnos ez a megszállás. November 4-én például a rendőrkapitányság épületét megszállták a szovjetek, a visszatért Kárpátaljáról visszatért államvédelmisekkel, mindenkit kizavartak az épületből, letartóztattak. Utána a megyeházára, a megyei tanács épületét vonták kordonon a körbe, és éppen aznap, november 4-én délelőtt tartotta beszámolóját Szilágyi László, a megyei munkástanács elnöke, és amikor jöttek le fel a nagy teremből a lépcsőn, akkor már ott volt a szovjet elhárításnak a parancsnoka, Mécu ezredes és két államvédelmi is, és újra elkezdtek mutogatni, hogy kiket kell letartóztatni, és így letartóztatták, elfogták a nyíregyházi forradalmi vezetőket, Rácz Istvánt, Tomaszowski András, Szilágyi László, Dandos Gyulát, ugye a diákvezért, elhurcolták őket Ungvára, ott tartották őket november végéig, aztán december elején elkezdték őket elengedni, hogy az itteni büntetőeljárási pert megkezdhessék velük szemben. Ezt a kis rövid időszakot egy-két ember igyekezte kihasználni, Dandos Gyula például Svájcba próbált szökni, ő a Szent Gotthárdi szanatóriumba került, onnan akart átszökni a határon, de egy határőr lelőtte, míg Kabai Dezső, a nemzető parancsnok, ő meg Jugoszlávián keresztül jutott el Nyugat-Németországba, és ott is élt egészen a rendszerváltásig. És utána ugye nyilván ezeknek az embereknek a büntetése nem maradt el, de ugye egyébként a megtorlásbannak voltak-e úgy áldozatai a vármegyében? Most nem csak az, arra gondolok, hogy valakit megöltek, hanem az, hogy olyan helyzetbe kerültek emberek, hogy nem tudták úgy folytatni az életüket, ahogy addig éltek. Ugye 52 halálos áldozatról tudunk a megyéből, ők nem csak a megye területén, hanem fővárosban és az ország több pontján vesztették életüket. Ebben az 52 áldozatban az államvédelmisek is benne vannak, úgy, ahogy a forradalom vezetői és aktív résztvevői is. Hát ugye Nyíregyházáról két
halálos áldozat volt, akiket a forradalmi megtorlás időszakában végeztek ki. Ugye 45 napig tartott a büntetőper, és ennek a döntése alapján Szilágyi Lászlót és Tamasovszky Andrást 1958. májusában kötél általi halálra ítélték és kivégezték a nyíregyházi börtön udvarán. Voltak, aki börtönbüntetést kaptak, például Rácz István, ő tévi börtönt kapott. Ugye a kisebb tevékenységekben szereplők meg egy évet, vagy felfüggesztett büntetést, vagy voltak olyanok is, akiket meg ellehetetlenítettek, tehát tönkretették az életüket, karrierjüket kis a 60-as évek első felében is. Így például Bán István is, a Bokortanyák lelkipásztora, aki lényegében csak annyi bűnt követette az államhatalom szempontjából nézve, hogy október 31-én a reformáció napján, illetve november 1-én másodikán, ugye minden szentek és halottak napján tartott egy-egy felemelő beszédet. És innentől kezdve őt is ellehetetlenítette az államhatalom. Végül zárásképpen egy kicsit megint az országos kitekintésben. A történettudomány is, de egy kicsit a politika is megoszlik olyan tekintetben, hogy most a forradalom kihez köthető. Ugye van egy olyan leírás, egy olyan gondolatmenet, hogy ugye Nagy Imre játszotta és a kormánya játszotta a vezetőszerepet, tehát igazából az ő politikai pályafutásán keresztül lehet megérteni, mi történt 56. októberében. A másik elképzelés szerint pedig a pesti srácok, úgymond, tehát a nép az, aki ezt csinálta. Ön melyiket látja jobban leírhatónak? Tehát igazából itt a politikum volt az, amely vitte a vezetőszerepet, vagy a valóban azok a forradalmárok, akik az utcán szembenéztek akár a szovjet tankokkal is? Talán lehet ezt úgy felfogni, mint egy egymással való kölcsönhatás, hiszen a pesti srácoknak nagy szerepe volt a forradalmi eseményekben, az értelmiségnek is, akik ugye Nagy Imre személyéhez ragaszkodtak. Nagy Imre ekkor ugye nem volt miniszterelnök, hiszen Hegedűs András volt hivatalosan a kormányfő, de hát a tömeg is demonstrálta és követelte Nagy Imre visszahelyezését a kormányba a miniszterelnöknek, hiszen az a két év, amíg kormányfőként vezette az országot, az egy jobb világ volt, mint az azt megelőző. Az emberek ugye kicsit fellélegezhettek, úgy érezték, hogy élhetőbb szocializmus is létezik, és vele akarták az ő személyében visszahozni ezt a korszakot, reformokat kívántak vele bevezetni, és valahogy Nagy Imre is ezekkel az eseményekkel elkezdett sodródni, olyannyira, hogy október végén, november elején már ugye ő is azon fáradozott, hogy akár kilépjünk a keleti blokk tömbjéből, tehát úgy a KGST, mint a Varsói Szerződés szervezeteiből, amit meg már ugye a Szovjetunió kezdett nehezményezni, és Nagy Imre innentől kezdve ugye a szovjet és a magyar kommunista hatalom szemébe is egyre inkább negatív személyé kezdett változni, és ezzel lényegében ő is megpecsételte a saját sorsát, úgyhogy akkor még szegény ő sem tudott róla. Köszönöm szépen a beszélgetést, és mindig hall az ember újdonságot a történetekről. Egyébként nyilvánvalóan folyamatosan lehet kutatni, mert újabb dokumentumok, újabb emlékek előkerülhetnek még azért a múlt mélyik útjából. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. A szabadságharc után egy másik küzdelemről, október az emlőrák elleni fellépés hónapja világszerte, vármegyékben is szerveztek úgynevezett rózsaszín sétákat. Ezzel fejezték ki a résztvevők, hogy támogatják a betegség elleni fellépést. Fehérgyarmaton és Máté Szalkán jártunk. Sorra kerültek fel a ruhákra a rózsaszín szalagok. Ez a szín jelzi azt, hogy viselője támogatja az emlőrák elleni védekezést. Ennek okán gyűltek össze a Fehérgyarmati Művelődési Ház udvarán a helyi kórház dolgozói és diákok. A megyei kórház főigazgatója azt mondta, ma már gyógyítható az emlőrák abban az esetben, ha idejében felismerik. 1985 óta nagyon sok minden történt. Az egészségügy hihetetlen fejlődésen ment át. Új, innovatív gépek, műszerek kerültek kidolgozásra, beszerzésre, amelyek lehetővé tették, hogy az emlőrákot is egyre korábban tudjuk diagnosztizálni. Nagyon sok új kezelés, protokoll szintén bevezetésre került országszerte, így intézményünkben is, ezért örömmel tudom itt elmondani mindenkinek, kijelenthető, tudományos alapra helyezve, hogy az emlőrák ma egy gyógyítható betegség. Amennyiben az emlőrákot egyes stádiumban tudjuk diagnosztizálni, a gyógyulás 100%-os. Amennyiben a második stádiumban kerül diagnosztizálására az emlőrák, akkor is 90% fölötti a gyógyulási esély. De hogy az előbb mondtam, ezek a nagyszerű terápiás eredmények akkor érvényesek,
ha minél korábban diagnosztizáljuk az emlőrákot. Mivel ebben a kórképben jelenleg a tudomány még nem tudott kimutatni egyetlen egy olyan oki tényezőt, ami ezt a betegséget okozza, amit ha tudnánk, ezt ha eliminálni tudnánk, megelőzhető lenne a betegség, de jelenleg ilyen nincs. Ezért, ahogy részben már az előbb elhangzott, az emlőrák tekintetében az átlagosnál fontosabb a korai felismerés tekintetében a szűrővizsgálatok elvégzése. Magyarországon a magyar kormány eredménye és utasítása, hogy nyilván az ide vonatkozó egészségügyi vezetőség utasítása alapján 2 évente minden kedves honfitársunk 45 és 65 év között egy meghívó levelet kap, amelyben meghívjuk önöket, őket, hogy vegyenek részt az emlőrák szűrésen. Kovács Gábor, a Fehérgyarmati Kórház orvosigazgatója számokkal is alátámasztotta a betegség gyakoriságát. Az emlőrák az egyik leggyakoribb tumoros megbetegedés. Sajnos ma is világszerte évente több mint 20 millió új esetet regisztrálnak, és több mint 600 ezeren halnak meg benne évente. És sajnos Magyarország sem kivétel. Magyarországon a nők körében az egyik vezető rákos megbetegedés, és gyakorlatilag a nők esetében a rákos megbetegedések 20%-áért, rákos megbetegedések által okozott halálesetek 20%-áért ez a betegség felel. Azt is tudni kell, hogy nem csak a nők érintettek, a férfiaknál van is kialakulhat az emlőrák. Ezek a számok egyébként elég döbbenetesek és sokkolóak, de tudni kell, hogy nem vagyunk tehetetlenek. Ahogy igazgató úr is mondta, egészséges életmóddal, önvizsgálattal, szűrővizsgálatokon való megjelenéssel mind-mind tehetünk azért, hogy a betegség ellen eredményesen fölépjünk, adott esetben korai stádiumban diagnosztizáljuk. És amennyiben korai stádiumban diagnosztizáljuk, úgy a gyógyulás esélye is gyakorlatilag maximális. A rendezvényen felszólal többek között Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, aki személyes példával hívta fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Ez, hogy nem válogat az életkorban, ezt a saját családi példámon keresztül is tudom bizonyítani. A feleségem édes unoka testvére mindössze 27 éves volt, amikor emlőrák következtében meghalt, és egy 3 éves gyermek maradt egyedül. Tehát amikor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez csak a 40-es, 50-es korosztályt érinti, akkor tényleg higgyétek el, hogy fontos fiatalként is az a kötelező vizsgálat, amiről igazgató úr beszélt. Fehérgyarmat polgármestere arról beszélt, hogy tapasztalata szerint csak kevesen mennek el a meghirdetett szűrővizsgálatokra. Sajnos ezeken a szűrővizsgálatokon történő megjelenés az elég alacsony számú, de elmondható ez más szűrővizsgálatok esetében is. Sajnos mi magunk nem veszük komolyan a betegséget, vagyis a betegségnek a veszélyét, és csak legyintünk. Én azt gondolom, hogy ennek a mai sétának is az a üzenete, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a betegség korai stádiumban felismerhető legyen, hiszen az orvosok csak akkor tudnak segíteni a gyógyulás érdekében. A mai rendezvény célja is az, hogy az előadásokkal, a köszöntőkkel és természetesen a közös sétával is üzenjünk a társadalomnak, üzenjünk, hogy az önvizsgálat, a szűrővizsgálatokon megjelenés az egy nagyon fontos dolog. A beszédek után indult a séta, amely végigvezetett Fehérgyarmat belvárosán. Rózsaszín sütemények sorakoztak az asztalokon Máté Szalkán, itt is megemlékeztek az emlőrák elleni harcról. A Szatmár Optikai Kft. Több mint 8 éve elindította ezt a kezdeményezést, hogy hívjuk fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Nagyon szeretik a dolgozóink ezt a rendezvényt, mert ilyenkor minden rózsaszínbe borul, és minden arról szól, hogy védjük meg a nőket, és hogy hogyan gondoskodjunk a saját egészségünkről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a vállalaton belül, hanem az egész városban, illetve a régióban terjesszük ezt a szemléletet. Ezért a mi kezdeményezésünkre több mint 8 éve elindítottunk egy rózsaszínsétát, amelyen a városi cégek mellett a helyi kórház munkatársai, civilek és diákok vettek részt. Fontosnak tartjuk dolgozóink egészség megőrzését, ennek érdekében folyamatosan szervezünk programokat, promotáljuk a mellrákellenes küzdelemnek a fontosságát. Sajnos minden évben van betegséggel érintett kolléga a környezetünkben, ezért nagyon nagy siker számunkra, hogy a rózsaszín sétából való bevételt az érintett személyeknek fel tudjuk ajánlani.
belső promóciókat szervezünk, belső értékesítéseket, rózsaszín süteményeket, ajándéktárgyakat, amelyeket minden évben egy olyan érintett számára ajánlunk fel, akinek ez nagyon nagy segítséget nyújt. Volt olyan résztvevő, aki maga is megharcolt a betegséggel. Kegyetlenül padlóra küldött, mert van három gyönyörű, csodálatos kisfiam, nagyfiam, és a legkisebb még 5 éves, sőt, akkor 4 éves volt. Úgyhogy hát megrémültem, hogy mi lesz vele, hogyha én ezt nem élem túl. Ezért mindent megtettem annak érdekében, hogy minél hamarabb felgyógyuljak ebből a betegségből, és hála jó Istennek sikerült. Most már csak ilyen fenntartó kezeléseket kapok. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának vezetője azt mondta, érdemes odafigyelni a szűrésekre azoknak, akiknek a családjában korábban már történt megbetegedés. Gyakorlatilag elmondható az, hogy az ember egy nagyon komplexen működő biológiai rendszer, és ezen belül nagyon-nagyon fontos a genetikai háttér, igen. Felhívjuk a figyelmet mindig arra, hogy akinek a családjában halmozottan előfordultak ilyen betegségek, azok fokozottabban érintettek lehetnek, ezért megfelelő elővigyázatosság, óvatosság és a szűrővizsgálatoknak a jelentősége nagyon-nagyon fontos. És van mellette egy életmód, egy emberi tényező, amit már mi teszünk hozzá gyarló emberként, akár az egészséges életmód hanyagolásával, a rossz életvitellel, a rohanó és a stresszes életvitelünkkel, és ezt pedig mi tesszük hozzá. És a kettő összeadódóan azért különböző megjelenési formákban jelentkezhet. És ezért nagyon-nagyon fontos a megfelelő odafigyelés, a megfelelő kommunikáció, a megfelelő önvizsgálat, tehát gyakorlatilag a prevenciónak, a megelőzésnek a jelentősége. A megnyitón felszólalt Mátészalka polgármestere is. Ez idén már a második alkalom, amikor megtöltjük a Szalkai László teret az egészségünk védelmében. Hiszen érdemes felidézni, hogy ebben az évben már itt megrendeztük közösen a Jós András Oktatókórházzal, illetve a Mátészalkai Kórházzal a Richter Egészségváros rendezvénysorozatot, ahol egy csodálatos napon rekord született. A mátészalkaiak gyűjtötték össze a legtöbb támogatást jelentő pontot a Richter Egészségváros programsorozat keretében. Ezzel több mint 19 millió forint támogatást gyűjtöttek a Mátészalkai Kórháznak, és a gyönyörű vadonatúj ultrahang készülék a mai napon már javában betegek százait vizsgálja. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett azon a rendezvényen, és köszönöm, hogy most is itt vannak velünk. A sétán nem csak a figyelmet szerették volna felhívni a megelőzés fontosságára, de adományokat is gyűjtöttek, amelyekkel a betegségben szenvedőket és a gyógyítást támogatják. A felhívás kifejtette, hogy mindenki, aki szeretne, oly módon csatlakozhat, hogy vagy részt vesz a sétán, vagy ha nem tud részt venni a sétán, akkor vásárol egy szalagot. A szalag vagy a zászló ára 200 forint volt, de van, aki nyilván többet is áldozott erre, és az így befolyt összeget a Mátészalka Szeretet Alapítványon keresztül az érintettek, frissen diagnosztizált betegek támogatására fordítjuk. Először 1985-ben rendeztek rózsaszínnapot az ENSZ felhívására az emlőrák elleni küzdelem jegyében. Magyarországon 2002 óta szerveznek hasonló sétákat október hónapban. Eddig tartott ma a 35 perc, a műsorral legközelebb szerdán várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!